A kórus először lépett fel Kelebián, sokan kíváncsiak voltak rájuk. Az énekegyüttes tagjai büszkék arra, hogy ők nyithatják meg a Szakrális Művészetek Fesztiválját. Nagyon felemelő itt lenni újra, ugyanis 2008-ban, ha jól emlékszem, voltunk már itt egy újévi koncerten a Városháza nagy termében, ugyanezzel az énekegyüttesünkkel, az Unicum Laudéval, és én nekem volt szerencsém többször a Nemzetének tagjaként énekelni a nagy templomban is. A 80. születésnapját ünneplő Divizio Apostolorum templom ad helyet a programsorozatnak, amely a zsidó-keresztény kultúrában rejlő értékeket mutatja be különböző művészeti ágazatokon keresztül. A hagyományt új köntösbe öltöztetik, a kortárs alkotásokat régi helyszíneken mutatják be. Idén először Szerbia, mondhatjuk délvidék, hiszen magyar kezdeményezés és a Kárpát-medencei magyarságot fogja össze. Vissza a gyökerekhez, hiszen keresztény Európáról beszélünk, mi keresztények vagyunk, ezt nem felejthetjük el. A fesztivál vajdasági fővédnöke Babit János, szabadkai magyar főkonzul. Természetesen itt a Vajdaságban ez azért is fontos, hogy a magyar nyelv ápolásával az itteni magyar közösség megmaradását elősegítsük. Az Ars Sacra Fesztivál szeptember 24-ig várja az érdeklődőket.